Jövőre tovább erősíti a kormány a nevelőszülői szolgálatot, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára egy Tápió Szelei nevelőszülői családnál tartott sajtótájékoztatón. A nevelőszülői szolgálatban valódi embermentés történik, jelentette ki Cibere Károly államtitkár. Ezért erősíti a kormány a nevelőszülői szolgálatot. Rugalmasabbá válik a szolgálat vállalásának lehetősége, bővülnek a felkészítés és a képzés formái, valamint lehetőség lesz az egyszeri, váratlan kihadásokhoz támogatásra. Az államtitkár hozzátette, a cél, hogy a jövő év végére az érintett 3 és 6 év közötti összes gyermek nevelőszülő családhoz kerülhessen. 4 évvel ezelőtti adatokhoz képest ma 2000-rel több gyermek van nevelőszülőknél. 2010-ben 10,5 ezeren, az állami gondozottak mintegy fele, ma több mint 12,5 ezeren élnek családban, a nevelőszülői hálózatban, mondta Cibere Károly.